ha nem tudná, Horn Gyula hóhér volt. Hóhér volt a javából. Novák elődi jobbikos képviselő felszólalására reagált így Wittner Mária az alkotmányozás tegnapi parlamenti vitájában. Fájom kimondani, de kimondom mindannyiszor, hogy Horn Gyuláék komolyabban vették a nemzeti együttműködést, mint önök. Wittner Mária erre válaszolt. Az önök az én adomból és minden kiadójából, de emberségből már 3 éve ott kezelik és ott vergődik a Honvéd kórházba, mert képtelen meghalni. Ma arra kérnénk Wittner Máriát, hogy mondjon le. Az MSZP elnöke ma lemondásra szólította fel Wittner Máriát. A Fidesz frakció tagjait is bírálta, mert a parlamenti jegyzőkönyv szerint megtapsolták a beszédet. Tragikusnak nevezte Wittner szavait. Különösen tragikus, hogy ezt egy olyan képviselő mondja a magyar parlamentbe, aki saját maga is szembenézett már a halállal, a halál gondolatával. Horn Gyulát 2007 nyara óta kezelik az Állami Egészségügyi Központban. Állapotáról keveset tudni, a család kérésére nem adnak róla információt. Horn Gyula 1956-ban karhatalmista volt, később az MSZMP egyik vezetője, 1994 és 98 között pedig az MSZP-SZDSZ kormány miniszterelnöke. 4 éve, 75. születésnapja volt az egyik utolsó nyilvános esemény, amin részt vett. Ezután nem sokkal, először alvászavarokkal vitték kórházba. A Fidesz frakció tegnap közleményben reagált Wittner Mária kijelentésére. Azt írták, idézem, mi a tisztelet kultúrájának pártján vagyunk, de itt egy kegyetlen megtorlásba és diktatúrába torkolló szabadságharc túlélőinek egymás közötti vitájáról van szó. Wittner Máriát 1956-ban halálra ítélték, a forradalom után 13 évig ült börtönben.